Féláron veszik a medgyet, a legtöbb korai fajtánál felhígult a gyümölcshús és sok a sérült gyümölcs. Utasbiztosítás, búvárkodásra, kullancs csípésre, de akár napégésre is köthetnek biztosítást a nyaralók. Megkezdték működésüket az EFIK, a megye 6 járásában indultak el az egészségfejlesztési irodák. A tavainál 20%-kal, a sok éves átlagnál pedig 25%-kal több medgy termett a fákon ebben az esztendőben. A Kölcsei Televízió híradóját látják? Köszöntöm Önöket! Az elmúlt hetek időjárása miatt a hazai medgy minősége azonban nem lett kimagasló. A legtöbb korai fajtánál felhigult a gyümölcshús, szüreteléskor sok a sérült gyümölcs, így azok konzervipari feldolgozásra sem tökéletesek. Az idei medgy szezon változatosra sikeredett a termelők szerint. Már május elején látszott, hogy bőtermésre számíthatnak a gazdák. A felvásárlási időszak kezdetén még 150-160 forint körüli árat fizettek a feldolgozók kilónként, azonban a tavalyi évvel ellentétben a betakarítások előre haladtával az árak további zuhanására lehet majd számítani. Minőség tekintetében érte a termelőket váratlan meglepetés. Ugye április és május viszonylag aszályosra, szárazra sikeredett, ennél fogva sok helyen gond volt a gyümölcs méret növekedésével. Majd akkor, amikor már kevésbé hiányzott volna, május végén, június első dekádjában megérkeztek a legtöbb helyen igen nagy mennyiségű csapadékok, és ez a medgy minőségére már nem feltétlenül hatott minden tekintetben kedvezően. A gyümölcsméretek növekedtek, tehát ilyen szempontból pozitív volt a csapadék, viszont legfőképpen az érdi bőtermő fajtánál felhigult a gyümölcshús, lazábbá, puhábbá vált a gyümölcs, hasat repett a termés, akár betakarítás után, akár befőttes üvegbe rakva, tehát konzervipari feldolgozás céljára az érdi bőtermő nem volt tökéletes. A későbbi érésű fajtáknál a Kántor Jánosi, az újfehértói fültös, debreceni bőtermű Petri már valamivel jobb minőséget látunk, de a sok csapadék miatt a minőség ott sem tökéletes. A medgy felvásárlási ára azonban nem csak a hazai termés mennyiségétől és minőségétől függ. A tavalyi évhez képest az európai megtermelő országok még a mi termésátlagunktól is jobb termésre számítanak. A tavalyi évhez, amikor 240-260 forintos magasságokban jártak a medgyárak, képest nagyon nagy változás az, hogy most Lengyelországban is nagyon nagy termést várnak. Tavaly egy harmad termésük volt a fagykárok miatt. Szerbiában is nagy termés van, Törökországban is nagy termés van, és a németek is egy 40-50%-kal magasabb termést várnak, mint a tavalyi. Tehát ez azért jelentősen átrajzolta az idei piaci kilátásokat. Ezért nagyjából egy 150-160 forint körüli áron indult a medgypiac. Ezt az árat a feldolgozóba beszállítva kell érteni, tehát a feldolgozóba beszállított tételekre. És köszönhetően annak, hogy folyamatosan nagy mennyiséget szüreteltünk érdi bőtermőből is, azóta a fültös medgyekből is, az árak folyamatosan zuhannak jelenleg. A feldolgozóba beszállított árakról beszélve a 90 és 110 forint nagyságrendben járunk, tehát az árak egy 30-40%-ot zuhantak az elmúlt 3 hétben. Ennek alapvetően az oka az, hogy a tavainál egy 20%-kal nagyobb termést 30%-kal rövidebb idő alatt kell betakarítanunk, ugyanis a tavaszi nagy meleg miatt együtt érnek, vagy közel érnek egymáshoz a különböző érésidői fajták, a különböző termőtájak, ezért egy sokkal rövidebb időbe szűkül bele a tavainál egy meglehetősen nagyobb termés, ami értelemszerűen túlkínálatot eredményez a piacon. A következő 2 hétben nem várható nagyobb változás a felvásárlási árak alakulásában, de Apáti Ferenc további jelentősebb csökkenése sem számít. Hozzátette, a feldolgozókba beszállított tételeknél viszont akár 20-30%-kal is alacsonyabb lehet a felvásárlóhelyeken kereskedők által meghatározott ár. A külföldre utazók jelentős része már köt utasbiztosítást, és egyre népszerűbbek a kiegészítő szolgáltatások is. Az extrém sportok, mint búvárkodás és raftingolás mellett akár a napégésre, kullancs csípésre, vagy épp a gyermek iskolából való kimaradására is lehet biztosítást kötni. Bár gondotok van kint, akkor egy 5 díjátok fel a biztosítást.
Baleset, betegség és podgyászbiztosítást is érdemes kötniük azoknak, akik külföldre utaznak nyaralni. Ezekhez 24 órás magyar nyelvű ügyfélszolgálat tartozik, ami bárhol és bármilyen körülmények között segítséget nyújthat, mondták el ebben a nyíregyházi utazási irodában. Az iroda vezetője hozzátette, az utasbiztosítást elég csak külföldre, illetve a külföldön töltött időre megkötni. Magyarországon azért tudjuk nagyon, hogy ugye van társadalombiztosítás annak, akinek van valamilyen ellátása. Tehát, hogyha magyar szakaszra nem nagyon kell kötni emiatt biztosítást, viszont ahogy átlép a határon, ugye ott már kell valamilyen biztosítással rendelkeznie, és hogyha valaki felmegy ugye a társadalombiztosítás honlapjára, és akkor ott is ki van írva nagybetűkkel, hogy kössön betegség, baleset, podgyászbiztosítást, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen ugye a biztosítást nem csak a személyre meg lehet kötni, hanem például a gépjárművekre, kutyára is adott esetben bármire megköthetők ezek a biztosítások, és a fedezet az pedig úgy van, hogy nyilván értelemszerűen minél kevesebbet fizet az utas, annál kisebb a fedezet, minél magasabb összegű biztosítást köt, annál nagyobb a fedezet. Tehát átlag azt lehet mondani, hogy ilyen 4-500 forintos napi biztosítással, ilyen 25-30 milliós biztosítás van betegség esetén, vagy baleset esetén, azért ami úgy gondolom, hogy azért árértékarányban már egy nagyon jó szolgáltatás, nem beszélve arról, hogyha kint olyan történne az utas, hogy valami miatt kórházba kerül, akkor a kórházi ellátást nem kell neki ott helyben kifizetni, hanem ezt majd a biztosító rendezi az adott kórházzal. Bicserdi Rita azt mondta, irodájukban az utazók jelentős része, közel 80%-a köt utasbiztosítást a nyaralás előtt. Hozzátette, azonban nem csak utasbiztosítást, hanem podgyászbiztosítást is érdemes kötni, főleg ha viszünk magunkkal elektronikai eszközöket, például telefont, laptopot vagy táblagépet. A podgyász sérülése vagy elvesztése esetén viszont figyelni kell a kárbejelentés előírásaira. Podgyászbiztosítás esetén nagyon fontos tudni az utasoknak, hogy bármi történik a podgyásszal, jegyzőkönyvet kell felvenni. Tehát, hogyha például repülőtéren sérülve kapja meg a bőröngyét, akkor jegyzőkönyvet kell felvetetnie, mert csak így érvényes a biztosítása. Vagy ha eltűnik, ellopják, akkor az adott rendőrségre be kell menni, be kell jelenteni, és hozni kell azt a jegyzőkönyvet, amit felvettek, és abba be kell diktálni, ugye, hogy mik is tűntek el tőle. Tehát nagyon fontos ugye a podgyászvédelme is. Az irodavezető hozzátette, az autós utazásokhoz feltétlenül ki kell kérni a jármű nemzetközi zöldkártyáját, ami a hazai kötelező gépjármű felelősségbiztosítást igazolja külföldön is. Az EU területén az úgynevezett rendszámegyezmény keretében történik a biztosítások igazolása, a külföldi útra célszerű azonban a kötelező biztosítótól kikérni a zöldkártyát, mivel az tartalmazza a biztosító nevét és címét, valamint a KGFB biztosító kötvényszámát. Károkozás során pedig a baleseti bejelentőn ezeket az adatokat kell feltüntetni. A megye 6 járásában kezdték meg működésüket az egészségfejlesztési irodák. Az EFIK célja, hogy növeljék a lakosság egészségtudatosságát és fokozzák az egészségügyi ellátórendszer primer prevenciós funkcióit. Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése című projekt Nyíregyházán kívül Nagykállót, Nyírbátort, Mátészalkát, Fehérgyarmatot és Vásárosnaményt érinti. Újabb EFOP-os pályázatot nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. Közel 540 millió forintos, vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású keretösszeget használhat fel az intézmény arra, hogy javítsa a lakosság egészségi állapotát. Ezért idén márciusban 6 egészségfejlesztési irodában összesen 24 főállású dolgozó kezdte meg a munkát. Nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy fogalmaztunk gyakorlatilag, az embereknek el kell mondani, nagyon sokszor ismétlés a tudás anyja, szoktuk mondani, el kell mondani, hogy mit is tegyen tulajdonképpen, hogy tovább élhessen. Mit tudjon tenni a családjáért, mit tudjon tenni a közösségért. Tehát ezek az irodák, mint egy az alapellátás megsegítésé mellett egyfajta, hát hogy mondjam, összefogó szerepet biztosít, illetve megpróbálunk mindenhol jelen lenni, tehát minden olyan rendezvényen, ahol nagyon sok ember összejön, vagy kevesebb ember összejön, de ott is iskolákba, civil szervezetekbe, egyházak vonatkozásában is, és ezáltal tulajdonképpen azt a célt tudjuk elérni, hogy minél egészségesebb, minél több és minél egészségesebb ember legyen.
Az egészségfejlesztés, a prevenció és az életminőség javítása átfogó kormányzati projekt, ezért indult el országosan az EFI program. Ez nagy lépés a lakosság számára és az irodának helyet adó kórházak számára is. A házi orvosi rendelők csúfoltak, és a kórházakban nagy a betegbeáramlás, ezért volt szükséges egy új frontvonalat nyitni, ahhoz tervezetten lehet igénybe venni az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait. Azonban az EFI irodák nem csak ezt kínálják. A 6 járásban, a 2 éves támogatási időszakban közel 3600 program valósul meg. Különböző szolgáltatásaik vannak, 3 részre osztanám ezeket a szolgáltatásokat. Az első része az, ami a testi egészségi állapot javítását szolgálja, itt különböző mozgásprogramokkal, gerinctornával, nordic walkinggal, kerékpártúrával, mozgásterápiás tanácsadással várjuk a lakosokat. A másik része az a táplálkozás tanácsadás, amit folyamatosan végzünk az egészségfejlesztés irodán belül, és különböző programelemek is tartalmazzák ezeket a táplálkozási tanácsadásokat. Ezek táplálkozási irányelvek alapján próbáljuk meg egyéni szinten, illetve populáció szinten testre szabni ezt a tanácsadást. És a harmadik része az pedig a mentális egészségfejlesztés. Itt szintén csoportfoglalkozások és egyéni tanácsadások alkalmával próbáljuk meg azokat a személyeket bevonni, akiknek már valamilyen létező vagy mentális betegségük, vagy pedig szenvedélybetegségük van. Számukra mentális egészségfejlesztők adnak tanácsokat. Megyénkben, akárcsak országosan, a leggyakoribb probléma a szívérrendszeri és a daganatos megbetegedések nőknél és férfiaknál egyaránt. A genetikán túl a táplálkozás, a káros szenvedélyek és a fizikailag nem aktív életmód is hozzájárul ezek kialakulásához. Ezen problémák megoldásában is segítséget kaphatnak a lakosok az EFI irodákban. Kétezer doboz cigarettával próbált átcsúszni az ellenőrzésen egy ukrán buszutas a Beregsuránynál. A cigarettát tételes vizsgálaton találták a NAV munkatársai. A csempészáruval 4 ruhával álcázott utazótáskát töltött meg a férfi, aki állítása szerint Olaszországba szerette volna eljuttatni a füstölnivalót. Beregsuránynál pénzügyőrök egy Olaszországba tartó mikrobuszt ellenőriztek. Az egyik utasnál mind a 4 podgyászába cigarettát találtak. A ruhák közé rejtve mintegy 2000 doboz csempész cigarettát fedeztek fel a pénzügyőrök. Mind a 2000 doboz cigarettát lefoglalták, és mintegy 4 millió forint vámigazgatási bírsággal sújtották az elkövetőt. Mentő helikopterek is érkeztek a szombati súlyos balesethez, a 38-as számú főúthoz. Egy rakomány nélküli zárt kis teherautó és egy személygépkocsi ütközött össze szombat délután a 38-as számú főúton, a 17-es és 18-as kilométerek között Tiszanagyfalu közelében. A balesetben 2 súlyosan, 2 pedig könnyebben sérültek. A nyíregyházi hivatásos és a rakamazi önkéntes tűzoltók a járműveket áramtalanították, a sérültek mentőhelikopterhez történő eljuttatásában segítettek, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. A baleset okát még vizsgálják. Szombaton Kassán a Lokomotív Košice csapat ellen játssza első felkészülési meccsét a kisvárdai futballcsapat, a bajnoki főpróbán pedig július 14-én a Nyíregyháza Spartakusz otthonában lép pályára Kondás Elemér együttese. A július 21-én rajtoló NB1 sorsolását a héten tartják az MLS-ben. Miközben a foci szurkolók a világbajnokság meccseit figyelik, a hazai élvonalbeli csapatok javában készülnek a bajnokság rajtjára. A 12 együttes számláló szűk elitnek tagja a Kisvárda is, amely minden fronton nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy megfeleljen a legmagasabb osztály követelményeinek. A játékos keret jelentős vérátömlesztésen esik át, a klub vezetése a riválisokhoz hasonlóan igyekszik kihasználni azt a lehetőséget, hogy a másodosztályban érvényes tiltással szemben ezúttal már 10 külföldi labdarúgót játszhatnak. De nem csak a pályán kívül is alkalmazkodni kell az NB1-es szinthez. A jegyértékesítési rendszernek a kialakítása ugye most a napokban fog megtörténni, tehát tulajdonképpen rövidesen elindítjuk a jegyértékesítést, a bérleteknek, a klubkártyának az értékesítését. Ezután is szeretném kérni azokat a szimpatizánsokat, szurkolóinkat, és akik hát kíváncsiak a újoncra, hogy értsék majd meg, hogy most már azért ez egy más színvonal, másfajta produkciót szeretnénk, és másfajta körülmények között szeretnénk ezt a produkciót leadni. Hát tulajdonképpen a indokolt egy áremelés
Az elsősorban annak szól, mert magasabb osztályban vagyunk, lehetséges, hogy lesznek majd ellenzőink, de nem egy drasztikus mértékű emelés ez a tavalyhoz képest, ugyanakkor a stadion, az infrastruktúra, a kiszolgálás mind-mind jelentős mértékű változást volt, tehát most egy Trabantból ülünk egy Mercedesbe, az ahol mondhatom, ezért ezt meg kell most fizetni, és bízom benne, hogy a srácok is olyan teljesítményt tudnak majd nyújtani, amely a pénzükért megfelelően szolgáltatást nyújt a szurkolóinknak. A sok nagy csatát látott Várkerti pályáról az új stadionba költözik át a csapat. A már szinte teljesen kész arénában a szurkolókat is élvonalbeli körülmények várják majd. Minél több mérkőzésen szeretnénk telt házat, megmutatva, hogy egy ilyen kis településen is lehet családi baráti összefogással nagyon jó teljesítményt nyújtani, mert ennek az elmúlt 7-8 évnek ez az egyik hozadéka, hogy egy olyan családi hangulat alakult ki, amely évről évre jobb teljesítményre készítette a klubot, ezáltal a csapatot is, és hát a szurkolók is természetesen, meg a szimpatizánsok is megtanulhatták azt, hogy NB3-ból a kis könyöklő szurkolásból egy profi szintű csapatnak a részesei szurkolótáborai lehetnek. A Kisvárda szombaton már pályára is lép, Kassán a Lokomotív Košice ellen játsza első edzőmeccsét Kondás Elemér együttese. A folytatásban Diósgyőrben, Debrecenben egy ukrán elsőligás gárda vendégeként, majd végezetül a Nyíregyháza Spartakusz otthonában igyekszik a lehető legjobban felkészülni a bajnoki rajtra Várda. A héten pedig az is kiderül, ki ellen játsza majd első élvonalbeli meccsét az NB1 újonca. Az U16-os csapatban szereplő Bodnár Balázs képviseli a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémiát a Hanga Ádám nevével fémjelzett budapesti nyári táborban. A Nyíregyháza Blue Sharks is szervez egy képzőtábort, július 2. felében várják majd a fiatal kosarasokat a Continental Arénába. A nyári időszak a kosárlabdában az utánpótlás korú játékosoknál a korosztályos Európa-bajnokságok és a képzőtáborok ideje. A Testnevelési Egyetemen harmadik alkalommal rendezik meg a jelenleg a Barcelonában szereplő Hanga Ádám nevével fémjelzett tábort, amely neves külföldi és hazai szakemberek bevonásával segíti a fiatalok fejlődését. Idén újításként a hazai kosárlabda akadémiák legjobb U16-os kosarasaikat delegálhatták a rendezvényre, amelynek záró napján az egyetemen tartott edzőtovábbképző keretein belül egy bemutató edzés is tartanak a részvevő játékosok és szakemberek. Olyan színvonalúra is tervezik ezt a tábort, hogy ez méltó legyen az ő nevéhez. Ugye az ő sérülése és műtéte miatt nem tudom, hogy milyen szerepet tud vállalni ő ebben a táborban, de mindenféleképpen egy nagyon rangos tábor, hiszen az akadémiákról kellett akreditálni játékosokat, és nagyon örülök annak, hogy Nyíregyházáról Bodnár Balázs személyében lesz részvevője ennek a hangatábornak, és bízom benne, hogy jól fogja érezni magát. Az U16-os csapatban úgy gondolom, hogy meghatározó és jó teljesítményt nyújtott, ráadásul olyan motivált játékosról beszélünk, akinek a motivációjával mindenkinek rendelkezni kellene, az lenne az igazi, hogyha ilyen játékosokkal tudnánk dolgozni, és bízom benne, hogy az ő további fejlődésében is nagyon nagy lendületet fog majd jelenteni egy ilyen részvétel. A tavalyi évhez hasonlóan a Nyíregyháza Blue Sharks is biztosít lehetőséget a fiataloknak arra, hogy fejleszték képességeiket. Július 2. felében a kékcápák egy képzőtábort tartanak a Continental Arénában. Szinte mindenkit várunk, aki szeretne egy picit belelátni abba, hogy hogyan dolgozik a felnőtt csapatunk. Lesznek itt a felnőtt csapat játékosaiból is néhányan, akik segítenek majd a gyerekek irányításában vagy képzésében. Aztán új edzők is be fognak kapcsolódni. Lekli Józsit mindenképpen szeretném, hogyha a Nyíregyházi Sportcentrum és az Élsport Kft-n belül ugye a Blue Sharks munkájába is bekapcsolódna. Úgy gondolom, hogy nagy segítségünkre lesz. Mindenféleképpen szeretnénk előrelépni, hiszen ha a sportcentrum továbbra is akadémia, akkor ennek a rangnak szeretnénk megfelelni. Ugye itt az akadémiai akkreditáció folyamatánál szükséges volt még esetlegesen egy külföldi edző bekapcsolása a munkába, vagy egy olyan szaktekintély, aki már elég komoly sikereket ért el a magyar kosárlabdázásban. Ez még kérdéses, szeretném megtalálni azt a személyt, aki a legalkalmasabb. Nem könnyű ezt megtalálni, és ezen dolgozunk, hogy esetlegesen valaki még bekapcsolódjon, de ha így lesz, akkor ő is figyelni fogja a gyerekeket. Sitku Ernő a felnőtt csapatról szólva elmondta, hogy nagy változás nem várható a játékos keretben, egy-két új kosáras igazolását tervezi a klub vezetése. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
A tavainál 20%-kal, a sok éves átlagnál pedig 25%-kal több megy termett a fákon ebben az esztendőben. Az elmúlt hetek időjárása miatt a hazai megy minősége azonban nem lett kimagasló. A legtöbb korai fajtánál felhigult a gyümölcshús, szüreteléskor sok a sérült gyümölcs, így azok konzervipari feldolgozásra sem tökéletesek. A külföldre utazók jelentős része már köt utasbiztosítást, és egyre népszerűbbek a kiegészítő szolgáltatások is. Az extrém sportok, mint búvárkodás és raftingolás mellett akár a napégésre, kullancscsípésre vagy épp a gyermek iskolából való kimaradására is lehet biztosítást kötni. A megye hat járásában kezdték meg működésüket az egészségfejlesztési irodák. Az EFIK célja, hogy növeljék a lakosság egészség tudatosságát, és fokozzák az egészségügyi ellátórendszer primer prevenciós funkcióit. Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése című projekt Nyíregyházán kívül Nagykállót, Nyírbátort, Mátészalkát, Fehérgyarmatot és Vásárosnaményt érinti. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 25-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap kissé tovább melegszik az idő, és továbbra is lehetnek záporok. Kedden pár fokkal melegebb, és délkelet felől egyre magasabb nedvességtartalmú levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban gyengén és közepesen felhűs időszakok váltakoznak. A késő esti órákig lehetnek még záporok, később már nem valószínű csapadék. Az északi a szél mérsékelt marad. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte napos idő várható, majd kora délutántól egyre jobban megnövekszik a fátyol, illetve gomoly felhőzet, és zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északi szél helyenként megélénkül. Délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet. Eleinte gyenge hideg, majd gyenge melegfronti hatást érezhetnek az arra különösen érzékenyek. 11 és 15 óra között erős UVB-sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szerdától több lesz felettünk a felhő és esőre, majd csütörtökön és pénteken záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Átmenetileg pár fokkal csökken a nappali felmelegedés mértéke. A hétvégére azonban sok napsütéssel visszatér a meleg, de kánikulától mentes nyári idő várható.